Tovább folytatta az ebelbeli remeklését a Szapafehérvár AV19, mely ezúttal a címvédő Klagenfurtot látta vendégül. A volán szenzációsan kezdte a találkozót, és Kovács Kissé szerencsés góljával már a 6. percben vezetést szereztek. A folytatásban kiegyenlítettebb lett a játék, ám a nagyobb helyzetek továbbra is az osztrák kapu előtt adódtak. Az első 20 percben azonban már nem változott az állás, mely elsősorban a szerencsének és a jó kapus teljesítményeknek volt köszönhető. A második játékrész ott folytatódott, ahol az előző abba maradt. A magyar bajnok érezhetően jobb volt az osztrák bajnoknál. Fél óra elteltével aztán kettős ember hátrányba került a volán, utólag azonban ki lehet jelenteni, hogy szerencsére. Ugyanis egy kontrát követően Vas Márton hozta kihagyhatatlan helyzetbe Ladányit. 2-0. Ekkor kezdtek észbe kapni a vendégek, és 6 perccel Ladányi gólja után Krisztis szépített emberelőnyből. Két perccel később aztán jött a remekül játszó fehérvári fiatal sor. Egy kontra után Kóger indította remek ütemben Nagy Gergőt, aki gondolkodás nélkül vágta a pakkot a kapuba. Így 40 perc játék után 3-1-re vezetett a volán. A zárófelvonásban ismét a magyar bajnok volt veszélyesebb, ám a Klagenfurt is alakított ki komoly helyzeteket. A hajrára a vendégek már kapus nélkül rohamoztak, ám ez csak arra volt elegendő, hogy Krék kialakítsa a 3-2-es végeredményt. A Szapafehérvár AV19 tehát ismét egy remek meccsen győzedelmeskedett, és már az 5. helyen áll az EBL pontvadászatában. Először is egy kifejezetten jó mérkőzés volt, nagyon változatos. Kaptunk mi is kiállításokat, voltak így. Voltak emberelőnyeink, amiket nem játszottunk rosszul, viszont nem volt túl eredményes ismét. Ebből egy kicsit majd többet kell foglalkoznunk a későbbiekben, de per pillanat a lényeg az, hogy örülnünk kell ennek a győzelemnek. Avval együtt, hogy tartalékos volt, valamelyest az ellenfél kifejezetten jó játszottak. Úgy gondolom, hogy mi bírtuk tovább, mi bírtuk jobban a mérkőzésen, és köszönöm, Marci, és keményen dolgoztunk végig, ugyanúgy, mint ezt az elmúlt időszakban már többször megmutattuk. Én úgy gondolom, hogy ez vezetett ismét ehhez a jó eredményhez. Most egy rövidebb pihenőidőszak következik, egy-két olyan dolgot próbálunk még átbeszélni, amin azért még lehet mit javítani, sok minden van persze, ami még lehet javítani, megpróbáljuk azokat a dolgokat átvenni egy kicsit, amik a legszükségesebbek. Hát nagyon örülünk ennek a győzelemnek, azt kell mondjam, hogy ez egy igazi csapatmunka volt, úgyhogy nagyon fontos 2 pontot szereztünk. Nagyon örülök neki, hogy a elmúlt 3 mérkőzésünket meg tudtuk nyerni. Nagyon nehéz sorozat előtt állunk, ugye idegenbe megyünk, azt hiszem 2-szer, de lehet, hogy 3-szor, nem vagyok benne biztos. Úgyhogy nagyon fontos 2 pontot szereztünk. És hát igen, tavaly bajnokot vertük meg, igaz, nagyon sok nálunk a sérült, meg az eltiltott játékosok is, azt hiszem, hogy van, nem akarok hülyeséget mondani. De nagyon, nagyon örülök neki, hogy nyertünk. Nagyon fontos 2 pontot szereztünk, azt gondolom. Ugye megelőztük őket a tabellán, de ami lényegesebb, hogy a playoffhoz egyre közelebb kerülünk, és bízom benne, hogy szerények tudunk maradni, és ezen az úton tudunk tovább járni, és pontokat fogunk szerezni a következő nehéz mérkőzéseken is. Ugye én azt gondolom, hogy itt szerényen nem a előkelő helyeket kell nézegetnünk egyelőre, hanem bebiztosítani helyünket a playoffba, úgyhogy ez tökéletesen szolgálta ezt a célunkat. Én bízom benne, ha jönnek az eredmények, úgy, ahogy ez most is megtörtént, illetve már egy hosszabb folyamat szülötte ez a jó pár jó eredmény zsinórban. Én úgy gondolom, ha tudjuk tartani az eredményeket is emellett, illetve nem lesznek sérültjeink, betegeink. Én úgy gondolom, hogy ezt egy húzamos ideig lehetne
még így tartani, és kéne is így tartani, mert persze nálunk is jöhetnek olyan időszakok, amikor esetleg sérültek vannak nálunk, betegek vannak nálunk. Ezt kell kihasználni, hogy ennyi emberrel, tehát 4 sorral tudjuk végigjátszani ezeket a meccseket, és mind a 4 sorunk veszélyes tud lenni az ellenfelek kapujára. Nagyon örülünk, tényleg még egyszer kell mondjam, hogy ilyen mégis jó formában hokizik a társaság. Hátvédek is nagyon jól játszanak, csatárok is, van 2 fantasztikus kapusunk, úgyhogy én már izgatottan várom a következő meccseket is, mert nagyon jó érzés nyerni, de tavaly nem volt ennyi győzelmünk egymás után. Ez tényleg fantasztikus érzés ebben a ligában ennyiszer győztesen lejönni a pályáról, és főleg ilyen közönség előtt, amilyen nekünk van, ilyen hétről hétre, tehát ház előtt játszunk. Ez, hogy nagyon nagy lendület van, én azt gondolom, hogy ezt csak a kemény munkának köszönhetjük. Ugye most 2 idegenbeli mérkőzésünk következik. Ha esetleg itt nehezebb lesz nekünk, vagy nem tudunk nyerni, akkor ezt nem kell azt gondolni nekünk, hogy megtört a lendületünk. Én azt gondolom, meccsről meccsre kell koncentrálnunk, és tényleg itt nem tudunk mi még soha hátradőlni, tehát az utolsó pillanatig harcolnunk kell a playoff hely biztosításáért, úgyhogy bízom benne, hogy ez tovább fog tartani, és ebben a szegmensben is tudjuk hozni a pontátlagunkat. Következő mérkőzésen utazunk Villakba, hát nagyon nehéz dolgunk lesz, az biztos. Én azt hiszem, hogy az összes csapat nehéz ellenfél, avval együtt, hogy most egy jó ideje, jó formát mutatunk, ennyi, hogy nagyobb esélyünk van a győzelemre, de ezt nem adják sehol könnyen, se az itthoni, és főleg nem a idegenbeli mérkőzéseken. Én úgy gondolom, hogy legalább ennyire, vagy még többre lesz ahhoz szükség, hogy esetleg tovább tudjuk folytatni ezt a sorozatot. Ez egy nagyon-nagyon nehéz mérkőzés lesz, úgyhogy nem szabad nekik kontra lehetőségeket adni. Nagyon jó kontrázó csapatról van szó, szóval legutóbb, amikor ott játszottunk, hogy talán az egyik legjobb idegenbeli mérkőzésünket tudtuk játszani. Sajnos nem nyertük meg, de tényleg azt kell mondjam, hogy akár fordítva is alakulhatott volna az a mérkőzés, úgyhogy mondom, izgatottan várom, és 2 pontért megyünk. Rendkívül nehéz azon a mérkőzésen játszani, illetve ott idegenben játszani, úgyhogy nekünk jól kell védekeznünk, azt gondolom nem szabad nekik ilyen kontra lehetőségeket adni, úgyhogy szerintem első lesz a védekezés, és esetleg megpróbálunk emberelőnyből, kontrákból operálni, úgyhogy bízom benne, hogy pontokat tudunk szerezni.